November elején nyitotta meg kapuit a Biokontroll Hungária irodája a Hősök terén. A KFT már 25 éve működik, ez az egyetlen magyar tulajdonú biogazdákat ellenőrző és tanúsító szervezet. A biogazdálkodás egyre népszerűbb és társadalmi szinten is nő a termékek fogyasztása, illetve az unió és az állami támogatások is erre ösztönzik a termelőket. Fontos viszont, hogy csak tanúsítványjal lehet valamit biotermékként értékesíteni, ebbe tud segíteni a Biokontroll. Az ellenőrzésben való segítség az abban nyilvánul meg, hogy tudunk útmutatást adni a partnereknek abban, hogy a biogazdálkodás szabályait hogyan és miként tudják megfelelően betartani más gazdaságokból tudunk példával, mintával szolgálni részükre, hogy, hogy hogyan lehet jól csinálni, illetve a jogszabályok értelmezésében tudunk nekik segítséget nyújtani, hétköznapig hétköznapi nyelvre lefordítva. Ehhez van egy kiadványunk is a biokontrollnak a biogazdálkodás rendszere, ami gyakorlatilag az EU-s jogszabályoknak egy, egy tömör kivonata. Annyira egyházi iroda nyitásával céljuk, hogy még közelebb kerüljenek a termelőkhöz. A vidéki hálózat első tagja lett a hűsök terén működő kirendeltség. A helyszínválasztás nem véletlen. A hazai biotermelés jelentős hányada összpontosul a kelet-magyarországi régió vonzás körzetében. A Biocontrol 5000 fűs partnereinek 20% a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, illetve a környéken működik. Munkájuk összhangban van a magyar kormány is az Unió agrárstratégiai törekvéseivel, hogy ösztönözzék a mezőgazdasági szereplőket a fenntartható gazdálkodásra. EU biorendeletek, illetve a hazai biorendeletek szabályozzák a gazdálkodást, sok mindenben eltér. Alapvető dolgok az, hogy a növényvédőszerek, illetve a tápanyag szereknek a felhasználása az úgy van korlátozva, vagy van egy úgynevezett pozitív lista. Ezek azok a szerek, azok a növényvédőszerek, azok a tápanyag utánpoglók, amit a biogazda használhat, ezen kívül eső termékeket nem lehet használni, illetve a gyomírtózás, klasszikus műtrágya használat, csávázott vetőmag, ezek a növénytermesztésben tiltva vannak, állattartásban, a gyógykezelésekre vannak bizonyos előírások, feldolgozásban, szintén a feldolgozáshoz használt adalék és egyéb anyagoknak a listáját kell figyelembe venni, hogy ezek mik, mik, mik használhatók. 2022. januárjában jelentős jogszabályi változásokra kell számítani a biogazdálkodóknak, akár erről is kaphatnak majd tájékoztatást a Biokontroll új nyíregyházi irodájában. Egyenlőre célszerű időpontot egyeztetni, hogy biztosan tudják fogadni a partnereket a hősök terén, a rendszeres nyitvatartás a későbbiekben fog kialakulni.